A Magyarországon élő németség az anyaország különböző pontjairól érkezett, és viseletének változására hatással voltak az itt élő népek is, mondta Köllerné Koch Ilona, a Bonyhádi Német Önkormányzat elnöke, aki maga is kutatja a magyarországi németek viseleti kultúráját. Megkülönböztettünk evangélikus viseletet, katolikus viseletet, Tolna megyében vannak még reformátusok, és mindegyik más-más viselete, mindegyiknek más-más viselete volt, és falunként is változott. Nálunk az evangélikusoknál elmondhatjuk, hogy kicsit hasonló volt a viselet. Például itt van Majos, ami most már Bonyhádhoz tartozott, de korábban önálló település volt. Majosra az 1720-as években kezdtek jönni németek, főleg Hessenből, és a környéken is vannak német települések, Várralja, Kismányok, Izmény, Mucsva, és elmondhatjuk, hogy ezeknek a kis ennek a néhány településnek egy kicsit hasonló volt a viselete, és ez onnan is tudjuk, hogy Majoson volt egy házaspár, a Penzel házaspár, akik csodálatos viseleteket vartak férfiakra és nőkre, és a környező települések asszonyai, lányai is idejöttek, és itt varattatták meg a viseletet. Nekem nagyon nagy szerencsém volt, ugyanis találkoztam még Penzel nénivel a 80-as években, és vittem hozzá néhány eredeti ruhát, például ezt is, ezen kívül még mást is, és kiderült, hogy a Penzel néni a 30-as évek végén varta személyesen ezt a ruhát. Tehát azért is választottam ezt a viseletet, és ez érdekes, mert ezt Izményben vettem, de evangélikus, izményi evangélikus, de mint mondtam, a környező evangélikus falvakban hasonló volt a viselet. Penzel néni azt mondta, hogy Izményben és Mucsván volt ez a világos rózsaszín, viszont a másik településen már nem használták ezt a világosat, hanem picit sötétebbet. Tehát voltak azért különbségek. Ha megnézzük ezt a nagyon szép viseletet, nekem ez a kedvencem, akkor látjuk, hogy a fején van egy haub. Erről azt kell tudni, hogy ha látunk egy ilyen viseletet, akkor ez azt jelenti, hogy ez egy fiatalasszony viselete, mert a lányoknak nem volt a fejükön semmi, a lányoknak volt egy hajpántjuk, mégpedig számetpánnak mondták, egy bársonyszalag, amit a hajra rákötöttek, előtte copfot készítettek, felkötötték, és az elítették ezt a szalagot, és az is érdekes, hogy a szalag vége hímzett volt, a legvége cakkos volt, és még kis virágot is hímeztek bele. Majoson az volt a különlegesség, hogy ott kék volt a cak, és nem csak a szalagon volt kék a cak, hanem például volt kázsmér mellény, az is alul kékkel volt kihímezve, valamit még itt oldalt is, és a majosiak nagyon szerették a kéket, azt mondták, hogy majos pló, tehát a majosi kék, mégpedig úgy tudom, hogy azt is mondták, hogy még a templom tetejét is kékre festették. De a többi evangélikus településeken is voltak kázsmér mellények. Ha ezt a viseletet megnézzük, ez egy nagyon szép brokát ünnepi viselet, ezt húzták a lányok, asszonyok búcsúban, lakodalomba, különböző ünnepek alkalmából, de ott se, meg a templomba, de ha a templomból hazajöttek, akkor ezt levették, és nagyon őrizték, vigyáztak rá. Látjuk, hogy itt fájterok vannak, tehát rakott kis rakások vannak rajta. Ezt is tudni kell, hogy az itteni evangélikusoknál 4-5 centis kis rakások voltak. A katolikusoknál általában nem volt rakás, vagy pedig kisebb. Kis dologon egész pici rakások voltak, de voltak olyan települések, ahol egyáltalán nem volt, mint Nagymányok és a többi települések. Ha még megnézzük itt a viseletet, látjuk rajta ezt a nagyon szép csipkét itt alul. Voltak olyan települések, ahol alul nem volt ilyen csipke. Arra figyeltek, hogy hasonló legyen a szoknyán, és a felsőn is harmonizáljon mindenféleképpen a csipke. Volt, ahol még vastagabb volt, és nagyon érdekes a blúzon, tehát réklenek mondtuk ezt a felső részt, ez a gallér. Ez azért is érdekes, mert ez korábban nem volt. Ez mutatja a polgáriasodást, és azt, hogy a fiatalok is, az asszonyok is, lányok is követték a divatot. És van nekünk olyan viseletünk is, ahol nagyon szép hasonló gallér van, de még két pompon is van a gallérjában, a nyakában. És itt van a nyaklánc, ami
a nyakában van, ez lehetett három soros, vagy akár öt soros, ez is különböző volt, és passzolt mindig a viselethez is. Általában inkább háromsoros volt. Ami még érdekes volt, az alsószoknyák száma. Tehát fontos volt, hogy minél szélesebb legyen, a majosiaknak is 5-6 alsószoknyájuk volt, ez is mutatta a gazdagságot. Tehát minél kevesebb alsószoknya volt annál, tehát nem volt olyan jó módú. Azt is el kell mondani, hogy egy-egy nagy rendezvény alkalmával, például a búcsúban, nem csak egy ruhát varrattattak a lányok ősszel a búcsúra, hanem akár 4-5 is. Mert amikor délelőtt eljöttek a fiúk, és eljöttek a búcsús kalapírja, amit a lányok készítettek, és végmentek az utcán, akkor a lány egy külön viseletet húzott. Amikor elmentek a templomba, akkor felhúzta ezt a nagyon szép viseletet. Amikor este elmentek bálba, akkor már átöltözött. És megint egy újabb viseletbe, és éjfél után megint átöltözött, mert akkor még könnyebb viseletet húzott. Tehát az, hogy amikor jött a búcsú, az egy nagyon nagy dolog volt az egész faluban, és a lányok megpróbálták egymást túllicitálni, és minél szebb viseleteket készítetni, vagy varrattatni. Ennél a csodás viseletnél szeretnék még kitérni a kötényre, mivel ezen egy fehér selyem kötényt láthatunk, és az is érdekes, vagyis fontos, hogy a ruhának fehérek a csipkéjei, és ehhez egy fehér kötény illett. Korábban fekete volt a csipke, és fekete volt a kötény is, de mivel ez a 30-as évek vége fele készült, ezért fehér a kötény. Szeretnék még kitérni a cipőre. Ehhez a nagyon szép ruhához bőrcipőt húztak a lányok és az asszonyok, de nem csak bőrből készült a cipő, hanem készülhetett, volt lakcipő is, és bársonycipő is, de a bársony és a lakcipőket, ezeket már vásárokban vásárolták, de a bőrcipőt a falu cipésze készítette. Volt egy csatos, két csatos, különböző színben, különböző méretben, de ehhez a ruhához feketét voltak. Külön kiemelném még ezt a kis kosárkát. Ez azért érdekes, mert az én nagymamámról is készült egy fotó, körülbelül 1918-ban, ahol egy ilyen kosárkát, pontosan egy ilyen kosárkát fog a kezében, és erről tudni kell, hogy ilyen kis kosár az a jobb módúaknak volt, az asszonyoknak és a lányoknak. Tavaly nyáron voltam Németországban, több múzeumban, Schlitz környékén, és ott is egy szinte ugyanilyet találtam. Tehát az is érdekes, hogy az óhazával évszázadokon keresztül is tartották a kapcsolatot a miénk, és ha nem is esetleg a rokonsági viszonyokat már, de kereskedni még kereskedtek, és ezt nem itt készült, hanem ezt Németországból hozták annak idején. Ez is nagyon érdekes.